gyertek hívek a Szent Keresztútra. Gondoljunk a szenvedő Urunkra, öleljük át véres keresztpályát, sírassuk meg keserves halálát. A nagybőjti keresztútjárások ebben az idei évben különlegesek. Nem tudunk közös helyszíneken együtt részt venni rajtuk, hiszen a COVID-19 járvány mindenkit arra kényszerít, hogy otthon maradva online csatlakozzon az imádsághoz. Még a nagy héti liturgiákon is csak akkor jön el minden ember otthonába, minden családhoz. Lélekben most együtt megyünk azon az úton, amelyen Jézus a kínszenvedésekor járt. Itt érezzük meg Isten szeretetét, hiszen ő mindig mindent megtesz az ember megváltásáért. A járvány idején még keményebben dolgozik, hogy az emberekkel együtt munkálkodva legyőzze a betegséget. Kérünk, Szentlélek, egyesíts bennünket! Az interneten keresztül együtt vagyunk egy szélesebb, nemzetközi közösségben. E szem előtt tartva Jézussal együtt lépjük most rá a keresztútra. Elhangzik a kegyetlen ítélet, kínolára dobnak oda téged. Védkeinkért átok alatt nyögtünk, szeretetből te halsz meg helyettünk. Első állomás, Jézust halálra ítélik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét készületi napja volt a 6. óra táján, így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, itt a királyotok! Az újra kiáltoztak, el vele, keresztre vele. Pilátus megkérdezte, királyotokat feszítsem keresztre? De a főpapok tiltakoztak, nincs királyunk, csak császárunk. Elmélkedés. A tömeg azon a napon felemelt kézzel és hangos kiáltozással elítélte Jézust. Sikerült neki keresztre feszíteni. A világunkban 2020-ban a koronavírus járvánnyal kell szembenéznie. Számos ország nem látta előre a betegség pusztító erejét. A halálesetek száma meghaladja az emberi képzeletet. A kórházban a betegek, a fertőzöttek és a karanténban élők száma egyre nő. Ebben a helyzetben az egyház arra hívja az embereket, hogy térjenek meg a jó Istenhez. Nem elítélve őt, mint a tömeg a múltban, hanem magunkat megvizsgálva, belátva, hogy mennyi igazságtalansággal vádoltuk meg Jézust. Ő csendesen elfogadott mindent, hogy együtt járjon az emberekkel a szenvedéseikben. Könyörögjünk! Jézusunk, sokszor a nehéz helyzetben arra gondolunk, hogy a gonosz győzött. Nagyon nehéz elfogadni a fájdalmat, amit a szörnyű vírus okoz. Amikor látjuk, hogy milyen békében és bizalommal fogadott el az ítéletet, kérünk, adj nekünk is lelki erősséget, hogy kövessünk téged ebben a fájdalomban. Akármilyen erős a vírus, ha a szenvedésben együtt vagyunk veled, akkor majd a dicsőségben is veled lehetünk. Amen. Mi atyánk? Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Vállaidra veszed a keresztet, árva szíved, hogy csajog reszked. Ezer bűnünk iszonyatos tere, nehezedik súlyos kereszt. Második állomás, Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent keresztet által megváltottad a világot. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Elmélkedés. A kereszt mélységesen megalázó büntetés volt az akkori ember számára. Senki sem akarta hordozni, és egy érdes fadarabon lehelni halálát. Jézussal és ő benne a kereszt számunkra más fontos jelentéssel bír. A kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. A koronavírus járvány nehéz kereszt, amelytől az egész világ szenved. Isten nem leli örömét abban, hogy szenvedünk a gonosz miatt, a koronavírus miatt, a keresztek miatt. Ez a valóság, és arra vagyunk hívva, hogy Istennel elfogadjuk. Fontos, hogy a járvány ideje alatt a keresztények támaszkodhatnak valakire, Istenre, és kegyelmet kaphatnak. Erőt meríthetnek, hogy szembenéznek a járvánnyal, és legyőzhessék. Könyörögjünk! Urunk Jézus, az emberiség fájdalmasan szenved. Kérjük, hogy békében fogadjuk el a keresztet. Különösen a vírus áldozataiért kérünk, hogy összetudják kapcsolni a vesztességüket, szenvedésüket a te kereszteddel. Bár szomorúak voltunk és aggódtunk, gyorsan békére találtunk, ha rád hagyatkoztunk, és bizalommal együtt vállaljuk a keresztet veled. Ámen. Üdvözd légy! Mária, kegyelemmel teljes, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz. Most és halálunk. Könyörögj rajtunk, Urunk! Meginog a kereszt vérző vállán, összeroskad az ártatlan bárány. Hovoruljunk mi is féle porban, hiszen ami terét hordja. Harmadik állomás, Jézus elesik a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent kereszted által megváltottad a világot. Olvasmány Izaiás könyvéből. Bár a mi betegségeinket viseltem, s a mi fájdalmaink nehezedtek rám, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, s akit megalázott. Elmélkedés. A járvány 2019. decemberének végén tört ki Kínában. Azóta azt látjuk, hogy sok ember esett össze az utcákon, kórházakban és a gyászszerzőtartásokon. Összeestek a fáradtságtól, a félelemtől és a reménységtelenségtől. Betegek, orvosok, a betegek hozzátartozói. Ezek a képek valamiképpen megmutatják nekünk, amit Jézus földre esik. A keresztsúlya és a tömegkavargása miatt Jézus elveszíti az egyensúlyt, az egyensúlyát. A földre esik, mint mi mindannyian ebben a járványban. Fájdalmunk mély völgyében Jézus arra búzít minket, hogy álljunk fel, járjunk tovább. Bár az előttünk álló út nehéz, az Úr segít, hogy ne adjuk fel. Könyörögjünk! Urunk Jézus, gyermekként talán sokszor elestél játék közben, vagy eleshettél, amikor akadályokba ütköztél nyilvános működésed során. De most azért estél el, hogy osztozz velünk fájdalmunk súlyában. Koronavírus valóban az emberek elestét okozza,
és arra ébredésre serkent minket. Emelj fel minket, adj erőt és reménysugarat, hogy az előttünk lévő gyönyörű utat megtaláljuk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Könyörögj rajtunk, Uram! Könyörögj rajtunk! Fájdalmas jaj, szíved tépő látvány, a szűz anya, Jézus kereszt útján, vérző szívét elönti a bánat, zokogva megy Jézus te utánad. Negyedik állomás. Jézus Szentanyával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert Szent kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent Lukács könyvéből. A te lelkedet is törjárja át, hogy kiderüljenek sok szívnő titkos gondolatai. Elmélkedés. Jézus csupán egy röpke pillanatra találkozik a szűzanyával. Ez elég ahhoz, hogy mindketten megláthassák az isteni akaratot. Ez az anya-fia találkozás, a teremtmény és a teremtő találkozása. Jézus és a szűzanya egymásra erőt merítnek belőle, hogy tovább tudjanak menni. A járvány ideje alatt az emberek meg annyi közvetlen társas érintkezéssel fel kellene függeszteniük. Számos ország lezárását, a határait sok város elszigeteltek. A járvány gócpontjaiban az embereknek nem szabad az utcán menniük. A templomok bezártak, üresek. Szinte minden társas kapcsolatot kizárólag az otthonokra korlátozott, vagy az istenek, vagy az interneten keresztül online zajlik. Az egyház úgy véli, Isten megszentelheti ezeket a találkozásokat. Mária és Jézus által az egyházzal kapcsolatot szeretne létesíteni mindannyiunknak, hogy elkísérjenek, gondoskodjanak a lelki életünkről, velünk legyenek, amikor vigasztalásra van szükségünk, és amikor búcsot kellene mondanunk. A mi Istenünk közel van az Isten, arra hív fel bennünket, hogy álljunk közel egymáshoz, ne távolodjunk el egymástól. Könyörögjünk. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szüleje, könyörgésünk meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott szűz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, hatalom és dicsőség mindörökké. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Drága Jézus, erőd egyre lankad, kényszeredve Simon segít rajtad. Ó, ha tudná, szenvedésed titkát,
más szívvel vinné szent keresztfán. 5. állomás. Szidenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Szent, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Elmélkedés. A kereszt súlya miatt Jézusnak is szüksége van segítségre. Simon eleinte csak kényszerűségből vitte a keresztet. Emiatt Jézusnak volt egy kis ideje, hogy visszanyerje az erejét és tovább haladjon. Simon később a feltámadás örömében is részesülhetett Jézussal együtt. Az elmúlt néhány hónapban a vírus összehozta az emberiséget a járvány leküzdésére. Ez nem nemzeti ügy, hanem a feladat az egész világ számára. A járvány jobb felszámolása érdekében az embereknek együtt kell dolgozniuk a családokban, közösségekben, plébániákon, kórházokban és minden országban. Mi is segíthetünk legalább az imánkkal. Mindenki hozzájárul egy kicsit a betegség terheinek enyhítéséhez. Jelentős meghívás ez, hogy megosszuk egymással terheinket. Ha együtt hordozzuk a kereszt, sokkal könnyebb lesz. Könyörögjünk! Úrunk Jézus, a járvány megmutatja az emberi szívek igaz mércéjét és a társadalom erkölcsi helyzetét. Vannak moha emberek, profithajszálók, és sokan gondatlanul élnek. Isten fiaiként közös imádságra vagyunk hívva, hogy szívünk fellángoljon a járvány ideje alatt. Kérjük, adj szívünkbe szeretetet és együttérzést, hogy nyitottakká legyünk egymásra. Amen. Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Veronika, közeledik hozzád, kendőivel törli véres orcád, csodaképet a jutalom érte, szent arcodat lelkünkbe is vésbe. 6. állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Lom Szent Márta. A király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Elmélkedés. A hőség miatt a tömeg nyüzsgött, Jézus már teljesen kimerült. Nem engedték pihenni. Szomjas volt, a kereszt kidörzsölte vállát, a katonák ostor csapásai kiszívták minden erejét. Ekkor egy asszonynak sikerült megörökíteni a mester valódi arcát. A neve Veronika volt, ami azt jelenti, hogy Jézus arcának valódi képe. A járvány idején sok hasonló Veronikával találkozhatunk. Ápolók, orvosok, kórházi dolgozók. A járvány közepette is gondosan ellátnak minden beteget. Orvosi lelki ismeretességgel mindent megtesznek, hogy ellássák és kezeljék a fertőzötteket. Nagyon fáradtak, sokan elkapták a fertőzést, sokan meg is haltak. Bátran dolgoznak a járvány alatt, hogy minél több embert megmenthessenek. Reméljük, meg tudják őrizni lelkesedésüket, akár csak Veronika, és odaadással képesek szolgálni a betegeket. Könyörögjünk, Uram, a te arcodat keresem, ne rejtsd el előlem az arcodat. Veronika megkeresett téged a tömegben, és találkozott veled. Szenvedésedben Veronika kedvet nyújt neked, hogy letörölhessd arcod és enyhíthessd gyötrelmeid. Kicsi gesztus ugyan, de nagy szeretettel. Hasonlóképpen most mi is imádkozzunk kivált képen az ápolókért, az orvosokért és azokért, akik ezt a betegséget közvetlenül kezelik. Add, hogy az egyház le tudja törölni az emberiség arcáról
a szorongás és a csalódottság nyomait, hogy Istennek az emberekben rejlő képe megjelenjen és felragyogjon. Adj bátorságot, egészséget és belátást, hogy képesek legyünk elfogadni egymást. Amen. Mi atyánk. Szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyed. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsájt meg. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenkem. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Agyunk kínzott, gyötör teste gyönge, másodszor is leroskod a földre. Istennek bokaja én voltam, bűnből bűnbe annyit bukdácsoltam. Tedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent keresztjed által megváltoztatom. Szent lecke Szent Péter apostol első leveléből. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bírora. Elmélkedés. A szenvedés útjának közepén láthatjuk, amit Jézus másodszor esik el. Jézus kimerült, nehezére esik megtennie az előtte álló utat a Kálváriára. Ha ezekben a pillanatokban ott vagyunk vele, mégsem halljuk, hogy panaszkodna. Jézus nem kérdőjelezi meg a szenvedését, hanem felemeli. Mint valóságos ember, jól ismeri az élet ellentmondásait. Jézus velünk a mi fájdalmunkkal esik el, hogy felemeljen minket és erőt adjon a folytatásra. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Amikor ezt a kijelentést tette, már megtapasztalta a betegségek és a kereszt útjának fájdalmát. A földön eltöltött évtizedek során sok szegény beteg bűnös emberrel találkozott, akiket a törvény ereje és társadalmi rendszer kitaszított, akiknek szükségük volt a támogatásra, gyógyításra és felemelésre. Jézus szeretne kézen fogni minket, és azt mondja, a szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Könyörögünk. Úrunk, köszönjük neked, hogy eljöttél egy világra. Mindent látsz, ami megtörtént. Adj erőt, hogy felálljunk, és tovább mehessünk egymással, és veled. Amen. Üdvözlény, Mária! Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Az út mentén könyvvirágok nyílnak, Jeruzsálem leányai sírnak, ó, nem elég itt a sírás évás, megtört szíved, keres a Mesiás. Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a sírőasszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert Szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus hozzájuk fordult. Jeruzsálem leányai, mondta nekik, ne engem sírassatok, inkább magatokat és a gyermekeiteket sírassátok.
Jézus erőssége, hogy vigaszt és segítséget nyújt az embereknek. Még azoknak is a szeretet szavát kínálja, akik az ő kényszenvedését síratják. A mostani időkben ez üzenet az egész emberiség számára. Mindenki sorsát síratjuk. A koronavírus elérte országunkat, városainkat, falvainkat és a családunk közelében férkeződött. A vírus helyzetről szóló mindennapi információk áradata sok ember összezavar, aggaszt és elborzaszt. Sok helyen a közösség részvételét, a szentmiséken és a vallási tevékenységeket fel kell függeszteni. Amikor a templom zárva van, az Úr minden családhoz betér, például az online misén keresztül. Amikor nem lehet szentgyónáson részt venni, maga Isten jön el megbocsátást adni a vétkeit, megvallani kívánónak. Isten vigasztalni akar minket otthon és szívünkben. Könyörögjünk! Úrunk Jézus Krisztus, szükségünk van rád különösen most. Minél gyorsabban terjed a járvány, annál közelebb kell állnunk hozzád. Kérjük, töröld le a sok ember arcáról a könnyeket. Éljünk mindannyian ezzel a lehetőséggel, hogy találkozzunk veled, és engedjünk, hogy ez a találkozás megváltoztasson minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Ó, ég ura, újra harmadszorra, erőtlenül leroskad a porba. Ó, héroid, könyörtelen vernek, vonszol tovább iszonyatos terhet. 9. állomás, Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját, mint a jó, amelyet lelőni vésznek, vagy amint a bárány elnyomult nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. A harmadik eleséssel Jézus bizonyosan úgy lépett az emberi történelemben, hogy minden időben együtt szenvedjen a szenvedő emberiséggel. Azóta a sebek, a fájdalmak sokasága jelent meg a világban. Izaiás proféta úgy írta a szenvedő szolgákról, mint egy sebesüléssel teli alakról. Jézussal együtt most láthatjuk a COVID-19 újabb és újabb kitörését. Él bennünk a remény, de aggódunk is, és nagyon kimerültek vagyunk, Jézussal feláll és tovább megy, hogy mi se adjuk fel. Még ha nagyon is fáj, együtt megyünk keresztül rajta, és végül minden rendben lesz. Könyörögjünk. Uram Jézus, ebben a pillanatban esedezve imádkozunk a tudósokért, bízunk az irgalmas Isten hatalmában, hogy a tudósok hamar megtalálják a gyógymódot és a vakcinát a betegség gyógyítására, megelőzésére. Amen. Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miéd négy bölcseid. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és holnap. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Leszaggatják testedről a köntös, minden sebből új vérpat a köntös, lázzal égő sebeit
Tizedik állomás. Jézus megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Megfosztották ruhájától. Bíbor színű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút vontak. Fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözlik zsidó királya. Az ember bűne miatt Isten elfogadott minden ostorozást, megaláztatást és megvetést. Egy aprócska koronavírus előtt az ember lecsupaszodik, és meglátja esendő mi voltát, törékenységét, végességét, a szennyezetté vált közös lakóhelyet, a földet, az emberi közömbösségét, és meglátja, hogy a tudomány nem mindenható. Sokan azt gondolják, bármit megtehetünk, kiírhatjuk az ellenséget, akik megtámadják az emberiséget. A COVID-19 vírus az emberi gőg és arrogancia eredménye volna, hogy a vírus arra készteti a világot, hogy átgondolja azt az elképzelt mennyországot, amelyet az ember magának teremt meg. Könyörögünk! Urunk Jézus, add, hogy felismerjük helyünket a teremtett világban. Isten arra teremtett bennünket, hogy dicsérjük, tiszteljük, imádjuk és szolgáljuk őt, és ezzel megmentsük lelkünket. Minden más teremtményt azért hozott létre, hogy segítsenek elérni ezt a célt, amelyet a Teremtő állított nekünk. Segíts, hogy egyedül Istenre támaszkodjunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Földjön is minden kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadj meg, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! A keresztre szegezik szent este, fájdalmadon szívünk roskad reszked. Roskadj össze, kereszt kemény fájó, ne légy Jézus, kén halálos ágya. 11. állomás. Jézust a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján. Az Ószövetségben olvashatjuk, hogy a sivatagban meg mérges kígyók sok izraeliták halálra martak. Maga Isten adta meg a gyógymódot, a megmaradtak, ha feltekintettek a bronzkígyóra, meggyógyultak. Ma a klárján az emberek látták Isten fiát, a megváltott. A járvány idején sokan kérdezték, hol van Isten, miért marad csendben? Isten a keresztre van feszítve az emberek bűnei miatt. Ott azt mondta, szomjazom, nem csak vízre szomjazott, hanem minden emberrel. Együtt szomjazik a fájdalom miatt is. Szomjazik a tehetségre, a gyógyászatra, az orvosi eszközökre, az orvosokra, a szakemberekre, a kezelésmódokra, az irgalmakságra. Könyörögjünk. Urunk Jézus, rád nézzünk most a kereszten. Add békességet nekünk, a magyar népnek és az egész emberiségnek. Oltsd szomjúságunkat hatalmaddal. Amen. Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Ó, keserves, rettenetes Uram! Ti katolikok, nyílik végső szóra! Visszaadva atyádnak szent lelked, vérző fejed halálba csüggeszted. 12. állomás, Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. 9 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, láma szabaktáni, ez annyit jelent, Istenem, Istenem, miért hagytál el? Jézus magányosan szenved, úgy tűnik az Atya Isten magára hagyta. A fiú továbbra is kéri a segítségét, amikor minden beteljesedik, Jézus átadja a lelkét az Atyának. Az elmúlt hetekben a halálesetek száma napról napra nő, óráról órára növekszik. Minden szám egy élet, legtöbben közülünk idős emberek. Imádkozunk az ő lelki üdvükért, nyugodjanak békében, és az Úr ölelje magához őket. Könyörögjük! Mindenható Isten, kérünk, mentsd meg azok lelkét, akik meghaltak a koronavírusban, különösen az orvosokért és az ápolókért imádkozzunk, akik ezekben a napokban meghalnak. Életüket adták, miközben a betegeket szolgálták. Fogadj irgalmadba őket az örök boldogságban. Amen. Mi Atyánk! Aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! A keresztről Jézus drága testét, édesanyja karjaiba tették, nincs a földön annyi tenger bánat, mint amennyi szent szívében támad. 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről, s anyja ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egy maga marad. De ha elhal, sok termést hoz. Jézus vérszennyes teste sebekkel van tele. Csak néhányan voltak jelen, amikor testét levették a keresztről. Szomorúság és gyász töltötte el őket. Ettől a pillanattól a Szent Szűz elvesztette gyermekét, a tanítványok pedig a mesterüket. A járványhelyzet hasonló ehhez. A koronavírus nem csak sok ember életét vette el, hanem az élet szinte minden területét érinti. Olyan, mintha a háború az egész világ ellen lenne, minden ember ellen. Még olyan nagyvárosokban is, mint Róma, mely állandóan zarándokokkal van tele, most minden szertartást felfüggesztettek. A gyász sok alakban látható a kórházakban. Sok helyen sorba állnak a koporsók, s még fájdalmasabb, hogy a hozzátartozók nem tudják elkísérni halottaikat az utolsó útra. Úgy tűnik, mintha minden a semmibe zuhanna. Könyörögjünk! Urunk Jézus, a COVID-19 valóban megköveteli, hogy mint egy test éljünk. A te színed előtt nem akarunk külön-külön, vagy elszigetelve élni. Segíts belátni, hogy nincs megkülönböztetés életkorok, fajok, vallások vagy társadalmi rangok között. Mindenki más, és mindannyian az emberiség része vagyunk. Ments meg mindünket. Amen. Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk korája. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Szent asszonyok, tanítványok sírva, Jézus testét leteszik a sírba, mint a kenet édes illatárja, úgy kísérje szívünk hő imája. 14. állomás, Jézus sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt. Beteljesedett. Aztán lehajtotta a fejét, és kilehelte lelkét. Jézus meghalt, hogy mi élhessünk. Jézus teste a sírban pihen, várva a feltámadás pillanatát. Ezen a halálos, szomorú helyen emlékezünk arra, hogy Jézus háromszor jelezte előre a dicsőséges feltámadást. A feltámadás a mi hitünk, reményünk és szeretetünk. A járvány miatt megholtakat most Jézusra bízzuk. Kérjük Szűzanyánkat, hogy erősítse hitünket a jövőben. A Szűzanya bátorít, vigasztal, és a hét első napján azt mondja nekünk, a feltámadás örömhíre az egész világot be fogja járni. Könyörögjünk! Ó Mária, te mindig az üdvösség és a remény jelenként ragyog tudunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek egészsége, aki hitetben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Római nép üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk benne, hogy gondoskodni fogsz arról, mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a megpróbáltatások után. Isteni szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Amen. Mi atyánk, aki mindenben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mert mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Jézus Krisztus, mindenség királya, üdvünk lett már, szent keresztet fájó, ott, hogy mindig csak nyomodban járjunk, s egykor mennyben mindörökké álljunk. Hálát adunk Istennek mindazokért, akik Jézussal járnak a keresztúton. Amikor követjük az Urat, akkor mi is az ő részei vagyunk. Azok, akik követik őt szenvedésében, a dicsőségében is vele lesznek. Különösen, amikor a járvány sok embert fenyeget, Isten nem fordul el tőlünk. Urunk minden lépésünkben velünk járja a szenvedés útját. Isten ott ad reményt, örömöt, békét és életet az ember számára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. És ne vigy minket, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség
Üdvözlégy Mária! És áldott a te mindennél gyümölcseid. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is. Világ megváltó Jézus, keresztre felfeszítették, Isten báránya Jézus.